Na szavaztok, srácok! Ahogy ígértem, a benzines körfűrészt akcióban be fogom nektek mutatni, és az egyik barátomnak jöttem el fűrészelni, itt 92 3 mázsa. Hát gajfának mondanám, de nem igazi gajfa, mert attól meg erősebb, és amit itt láttok, az már egy olyan, meg még van már bepakolva is, 50 mázsát lenyomott a gép, és segítségemmel, és hozzáteszem, hogy egy VTA-s lap van rajta, amit nem tudtam, hogy meddig fog tartani az éle, de még mindig jó éle van, és már mondom, 50 mázsát letolt a 90-ből, hát még van egy kis híja, úgyhogy még ezt akarjuk fűrészelni. Kicsit bemelegítem a gépet, és akkor meglássátok menet közben, hogy hogy is dolgozik. Na srácok, félgázon dolgoztattam eddig a gépet, úgyhogy most is úgy fog menni, és nézzük is, hogy hogy dolgozik. Thank you.
Na, úgyhogy srácok, így működik ez a gép. Ilyen kokas. És hogy a fűrészlapra is büszke vagyok, hogy ilyen sokáig bírja. Még van itt vagy 35 mása. Azt megpróbáljuk még a mai nap összedúrni, vagy ahogy majd bírja ez az öreg. És akkor meglássuk. Na, szavaztok!